Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és újra érkezett a The Beast Inside. Úgyhogy. Kezdjük is el eme csodálatos játékot. Hol is hagytuk abban? Ja igen! Lementünk már megint egy ilyen pincébe, ahol megtaláltuk a halott, vagyis legalábbis jól szétvert serifet, aki aztán felkelt, és hát igen, csodálatos, sose volt ilyen jó. Aztán felkelt, és hirtelen ugye átváltottunk Edemről a másik karakterre, most nem teszem be a neve, mindegy. És lent vagyunk ismét a bányában. Hát kivéljük az élettől. Na mindegy. Menjünk is át, és nézzük, hogy mi történik jelen pillanatban. Continue! Ja igen, igen. Szóval... Én ezt egyszerűen... A legrosszabb az, hogy ilyen Mr. Hyde, meg ilyen izék, ilyen nagy genyók üldöznek, meg ilyesmi. Én azt nem bírom érzelmileg. Tehát, hogy így... Egyszerűen széttojom, betojok. Nézzem megint egy halott. De ez már nem okoz nekünk nagy sok problémát. Ugyebár, kedves... Aha. Szóval kövessük a zöld fényt, ugye majd. Aha. Hát igen, a fater is, faternak is voltak ilyen problémái. Római számok, de mit jelenthet? 6, 1, 3, jegyezzétek meg. 6, 1, 3. Ott van ugye Hyde. Ez egyre rosszabb. A szívem nem bírja a stresszt. Úgy be voltam tojva, hogy megint történik valami. De komolyan! Mi volt a szám, amit meg kellett jegyezni? 6, 1, 3, oké. Az a 4-es. Ugye ott... Vagy 4-es. Az 6-os, bocsánat. Nem emelőtte van, hanem mögötte. 6. 1. 3. Akkor jó, akkor benézzünk a 6-osba. Az 1-es... ...ből jöttünk. Nagyon fosok. Ezzel nekünk már nem is kéne gyűjtögetnünk ezeket a cuccokat. Már csak azért,
Mert ugye felvettem a gammát a játékban, hogy ne legyen sötét. Green light. The one that the dead man had written about. If he was right, then I'm on the right track. Ez a kettes. Nagyon félek. Tudom, hogy a zöldet kéne követni, de most kíváncsi vagyok. Erre is van zöld! I'm running in circles, damn it! I need a clue. Maybe someone's written one down somewhere. Micsoda ásványok vannak ott, kérem. Menj már! Ó! Oh. Az egy gyűjtögetek, mert szeret egy gyűjtögetni, mint tudjátok. Ja, értem. Mi? Hat. Onnan jöttünk. Mentünk a hatosba. De mentünk belőször a hármasba, de most nem arra megyünk. Ugye mondta is a karakterünk, hogy körbe-körbe megyünk, és ez nem fasza. Szerintem ez jelent valamit, ezt a zöldet kell követni. Voltunk már? Micsoda? Minusz egy. Mi menő már? Hagyjad már magad! Hajt titka? Milyen nő? Hát igen. Nagyon menő. Amúgy. Nem lehet bevenni sehova. De kár. Tök jól néz ki. Szóval, mintha... Na mindegy. Akkor menjünk erre. És
Még a kettesbe? A kettesbe mi van? I'm running in circles, damn it! I need a clue. Maybe someone's written one down somewhere. Szóval a hatosból a kettesbe jutok. Értem. Itt már jártam. Meg kéne mennünk az... Ja, jó, eljöttem ideges a karakter, hogy körbe-körbe visszam szerencsétlent. Te megijedtem, rohadjon meg. Ó, Isten. Behúzta a... Húzhat a... Az ajtót. Must find some clues. Dang, people worked here, and I don't think they got lost all the time. De most innen ezzel visszajutok az ötösből a hármasra. Ugye? Aha. De azt hogy? Mindegy. Hát bajok lesznek itt. Igen. Hát. Itt csak egy világít. Itt is csak egy világít. Oké. Okay. Belogikázzuk, nem kell aggódni. Running in circles, damn it! I need a clue. Ne idegesíts. Ne idegeskedj. Ugye megoldjuk. Na, itt az egyes, mínusz egy.
Nagyon hangos. There. The light is green again. A little bit of effort. I can get out of this damn mine. De micsoda? Itt már kettő ég, látjátok? Ez jelent valamit. De hogy az egyesből a négyesből? Dang, people worked here and I don't think they got lost all the time. Na jó, már kettő világít. És ott a hármas. Kettő világít. Igen, tényleg a sorrendet nem tartottam, a 6-1-3-asat. Ez kamu, ez eddig nem volt itt. Na baszki. Minusz kettes szint. Ó! Oh, ott is van egy zöld lámpa. Mi a baj? Mi a baj? Mi a baj? Oké, értem. Szóval... Azt mondja, nem vehet észre, nem láthat a szellem. Azt mondja, hogy rejtőzködni kell. Ez faszom. Ott vagyok, és valahol oda középre kell menni. Fasza. Ne bújjak. Megöl mi? Ez tűn. Ez tűn. Ez hú. Hogy léheg? Nem bírja a stresszt. Ez erre jön. Meghalok! Állj meg. Kilenc, hét, nyolc. Fasz. Kilenc, hét. Kilenc, hét, nyolc. Kilenc, hét, nyolc.
Mi van? Nem. Miért vagyok már megint itt? Mi volt a notesz? 978. 978. Be vagyok szarva, azt tudom, hogy hol van. 12-es. Az a 7-es. De nekünk először a 9-es kéne. Mögöttünk a 7-es, a 9-es. Az itt visszamegyünk jobbra, és visszamegyünk jobbra, és második lesz, jó. Visszamegyünk jobbra, 978, 978, 9, visszamegyünk. Jobbra, ez a 8-as, mellette van a 9-es. Ezután jön egy lámpa ég. Ezután 9. Ez a 10. Be kell menni a 9-be. Nem, ez a 11, bocsánat. Kérdező, most mentünk be. Be kell menni a 7-esbe. Az a 7-esbe, akkor az azt jelenti, hogy ha ilyet össz, az ott állunk. Arra van. Egyenesen is. Balra. Nem. Vagy de. 8. Nem tudok mit mondani, mibe vagyok tojva. 7. Most a 7-esbe kell. Kigyulladt a második, a 8-ashoz kéne elérnem. De valahol itt van.
arcas, az arra egyenesen lesz. Jön, ezt addig elkivárjuk. A nyolcas. Oké. Hál' Istennek. Baszd meg! Even death fails to grant an escape for some. Innen, ha itt vagyok, és el kell menni tök egyenesen, aztán balra. Hú, baszki, baszki, baszki. Merre? Ez itt a nyolcas, ahol most állunk. Tök egyenesen is balra. Egy kijárat. Két kijárat. És balra, oké. Oké, elmentette magát a játék, szóval meghalok. Nem nagy veszteség. Most akkor ez melyik ajtó? Ez a 8-as? A 11-es. Akkor... Ja nem! Ez a 18-as ajtó volt. Oké. Nem jó helyre mentem. A genyó! Most az lesz, hogy vagy futunk, vagy meghalunk és kezdjük előről. Valamint, hogy úgy előről, hogy csak ezt a részét. Bezz, mindenhol ott van! Hagyjuk már! Tizennyolc. Igen, meg kell nézni a mappot, igen, tudom, nem vagyok hülye. Hmm.
Most hol vagyok? A 17. 17-nél. Rejtőzünk ide. Itt is kellene egyébként dolgoknak. Ide elrejtőzöm. Közben elolvassuk a noteszt, amit a papír, amit találtunk. Nem ezt találtuk. Volt a 9. Melyik papír volt, amit találtuk? Nem tudom. Ez volt az utolsó? Ez volt az, nem? Maybe it will tell me where Gilman left the other notes. Jól van, semmi baj. Megoldjuk. El kellett olvasnom egyből, de mindegy. Közel van, és amikor elmegy, fogunk kukucskálni. És amikor elmegy, akkor kimegyünk. Hol van az a szemétláda? Itt kell legyen valahol. Jó, nem kell segíteni, nyugodj meg, mindjárt, mindjárt. Tudom, hogy szar helyen vagyok. Négyes. 14. Basz meg, az mennyi van belőle, hülye vagy? Basz, most mit elolvassuk?
I should look at the map for some hints. Maybe it will tell me where Gilman left the other notes. Jó, nem ott majd lent. Jól van. Igen, itt vagyok, nem mondod. She mentioned some secret in my family, something that could change everything when he's down forever. What could she mean? Did she know something that even I don't? 17, 13. Velem nem baszó ki. Szóval 17. 13. 14. Okay. És mi kijutunk a bányából, hála Istennek. Most jön vissza lent alul. Nyalt ki a... Tizenhét kárhúszor. Tizennyolc. Baszd. Van mögöttem, balra a 13-as, jobbra a 17-es, arra. Oké. Okay. Pont ahonnan jön, ott arra lesz a 17-es.
itt ezen kell bemenni. Jó, 17 megvan. Egy megvan. Pont erre jön. Vagyok a 15-ösön. 13. Azért tud mindenhol felbukkanni, mert ez egy nyomorék labirintus. Begyulladt. 14-esre van szükségem. A szívem, gyerekek, kiugrik. Csak egy kell. Ez a 14-es. 17. 17. 14. Hol vagy, te rohadék? Baszki, persze, hogy a másik irány. Tizenhárom. Ismét. És 14 az itt lesz velünk szembe. Ugye? Igen, és jobbra. Miért ment a játék? Istenem, nem akarom. Miért ment a játék? Get out, it's mine. Hát azt tervezem. Ő mi van? Such a small skeleton, it must have been a woman. Lenyűlték egy nyillal. Aha.
Akarom én ezt? Nem biztos. Aha. Okay. De csak egy kicsit el kellett volna elhúzni, azt hiszem, hogy be kell ülni. Vagy nem. Ja, értem. Aha. Na. Na. Nem engedi húzni. Pedig azzal kell csinálni valamit. Se jobbra, se balra. Na, működjél már magadnak, vagy valami. Ja, de nem nyílt ki az ajtó, még közel volt az izéhez. Ó, hogy... Ó, értem. Nekem semmi nem azt kell csinálni, amire én gondolok. Vagy nem. Pedig ez tűnt logikusnak, hogy várj csak. Hogy betörje azt a részt. Gyerünk. Gurulj le. Nem volt hangos a szellem, meghallotta vajon? A holtak biztos. Mert hogy én felébredtem rá, az tuti. Oké.
Miért van ilyen hideg? Nézd már, Han Solo! Oké. Megtaláltuk Han Solo-t. Puk! Han Solo! Mizu! Biztos nem élt. Hát nyilván túléltük egy ekkora esést, egyértelmű. És akkor most mit kell csinálni? Futni kell? Ha hozzám ér, meghalok. Hát ez kurva jó! Akartam is kérni, hogy... Meghalok, úris! Meg fogok állni! Ezt a kurva! Jézus, várj, ez egy József! Hát mindjárt infarktusba halok meg! Ja Istenem! Mennyi szellem van már? Hagyjuk! 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 Segítség! Elbasztam. Ne! Csak rossz gombot nyomtam, ne már! Most akkor megint kezdhetem előre a futást? A szívem nem bírja a stresszt! Ennél a résznél, hogyha... Na! Na! Ha kijutunk, vége. Úgyis lesz az egy óra, megörülök. Wow, a szívem! Oké. Okay. Honnan futok? Na. Azaz! Fus-fus már! Mi történt? Ó, király vagyok! Ó, mamma mia, Jézus már, Szent József! Mi van? Takarodj! Ő Iceman. Micsó... Tartsam távol magamat ugye a jégtől, és ugye el kell bújni ilyen fém lófitty elé. Oké. Fussál már! Mennyit adtam én izét? Gyufát. Ez az ember miért gyújtottam egy gyufát? Hogy gyújtottam? Ja, az iszta féletlen megnyomtam, értem. A heart is his weakness. If I can hit him there, all be over. Ó. Ne. De ez megvéd, jó. Oké. De... Az igazságtalan.
Gyújtottam egy szárnyúfát, hogy hát a megvéd a jégen öltessék. Tessék egy szárnyúfa. Ej, Diló. Jó van. Ez egy jó rész, tetszik. Ez izgalmas. Igen, az X meg a C egymás mellett van, ugye? Ki kell térni a szívét? All be over. Valahogy. Rájöttem. Tiszta ez a Karib-tenger kalózai, hallod? Kitépem a szíved! Egy is jó. Képen nyomtak ez a biztos nyoma marad. Ez a csávó mindig megjelenik, kezdtek szimpatikus lenni, mindig megvéd. Elég szép ez a csávó nekem. Azt mondja, fejezd, amit elkezdtél. Az ige! A szívecske. A szívemből szóltál. Odaadta volna pedig nekem a szívét, nézd meg milyen aranyos. Ah, tiszta Frozen. Ó, az a rész mi volt már, te jó úristen! Nagyon sokat kellett gondolkozni, amit király, csak... egyszerűen így, wow, az égre felpersítette a véremet. Jézus Mária, Szent József! Jó, hát gyorsan nézzük meg, mi lesz a 9. chapterben, valószínűleg azt hiszem, hogy 9 chapteres a játék. Úgyhogy szerintem a következő rész ma az utolsó lesz, nem kell aggódnotok, hiszen tartogatok még számotokra finom, friss, meglepetéses játékokat. Igen, és illetve... ez nagyon tetszett ez a játék. Nagyon sokszor az volt, hogy úristen, mi a franc van. A Conjuring House-on mindig nem vagyok kibékülve, úgyhogy... ki? Where am I? Oh! Fuck! Wait. This is the bottom of some fucking well. How do I get out? Felébredtünk, Edemek vagyunk. És az a csávó a izé, a sheriff. Hogy kerültünk be ide? Ah, csak egy kéz. Fuck, I think I'm gonna puke. Az a vadászkésünk, hello. Meg elkiszabadultunk. Oké. Okay. Ó, most van a körből a kislány. Lementette a játékot.
Meg mi vagyunk a körből a kislány, ugye kiválszunk a szavasz. De amúgy meg honnan... honnan... Fuck, the plank is gonna break. A földben valami. Óram Isten! Kulcsok. Tudja, hogy csávon, hogy tudathatásadása van. Rohadjak meg. Biztos vagyok benne. Na jó, van, mindegy. Jó, hát eljelentett a játék ugye magát, viszont menjük vissza a házhoz, a következő lépés lesz. A 9. chapterben, úgyhogy... Igazából ez a rész, ez az epizód, ez a chapter, ez szerintem nagyon jó volt. Tehát, hogy fú, szeretem az ilyen, annyira, tehát így gondolkozni is kellett, ugye megoldó képességnek szintén. Nem szabadott hiány lenni, ráadásul csomó minden majd a cetlit azt ilyen kéne olvasni ugye be, mert az nem állt egyébként. Fú, ez a rész fantasztikus. Szerintem fantasztikus volt ez a rész. Tehát, hogy így hát ez a bujkálós, menekülős, ez az a jég, éges volt az egyik legjobb, az ilyen tök jó ilyen, de ez a bujkálós, a szellem elől, hát ez ki voltam az élettől. Tehát ez, fú, nem volt rossz. Tehát nem volt rossz, csak éreztem, hogy a szívem mindjárt ketté hasad, szerencsétlen, mint a Frozenből a csávónak, hogy ding, egyik oldalt, másik oldalt, amikor szétcsapta. Na mindegy. Nagyon tetszett egyébként. Szóval ki, hogy jelentsük, mi lesz a vége a játéknak, mert ez eddig nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy a csávónak valami tudathasadásos berregője van. Úgyhogy meg ugye a faterjának, tehát azt... Ja, tehát így... Nagyon, na. Még kicsit olyan homályos a történet, kezd már nagyon izé, meg ugye az, hogy ott van Emmának, ott volt Emmának a sírja, de izé... De mégse halt meg, de közben... Tehát, itt valami, ez a csákunkkal itt valami nem normális, tehát itt valami nagyon nagy baj van vele, az biztos. Úgyhogy igazából, ha tetszett ez a rész, és illetve megnézzen a többit, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, hiszen, és nyom meg a kis csengő gombot, mert akkor kapsz értesítést róla, ha bármilyen kontentet feltöltök, illetve megnézzen ezeknek a további előző epizódjait, akkor ugye minden egyes ugye gameplay sorozat, ugye be van téve egy mappába, ott az összes részt egymás után ugye elnevezve, meg találhatod, és végig lehet nézni. Ezek a részek egyébként egy órások szoktak nagyjából lenni a horrorjátékoknál, már amikor mennyire bírom, ez egy jó hosszú játék, szóval ez már több hetet megért, úgyhogy ez szerintem zseniális. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megnézted, ha tetszett, kérlek, tényleg ne felejts el feliratkozni, illetve a csengőgombot megnyomni az értesítések miatt. Találkozunk következő hét péntekén, ahol már valószínűleg az utolsó rész fog következni ebből a játékból, de mondom, nem szabad csüggedni, hiszen jövök még különböző finomságokkal. Meg persze a streamben ott lesz a Conjuring House, amíg nem végzünk. Az egy nagyon-nagyon hosszú játék, úgyhogy horrorban nem szenvedtek majd hiányt. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!